majd beteljesítik a... Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy újabb kedvenc könyvsorozatomról fogok beszélni, mégpedig az Olympus hőseiről, Rick Riordantól. Az Olympus hősei sorozat a Percy Jackson és az Olympusiak sorozatot követi, azt hiszem 3 hónap van a kettő között. Én ugye egy hatalmas nagy Percy Jackson fan vagyok, és mikor először olvastam a Percy Jackson és az Olympusiak sorozatot, akkor miután befejeztem, nem is tudtam magammal mit kezdeni, és mikor megtudtam, hogy folytatódik, tehát hogy ennek van egy folytatása, én annyira izgatott lettem, mert egyszerűen nem tudtam elengedni a sorozatot, és muszáj volt elolvasnom a következő részt, de akkor még nem volt egy rész se lefordítva az Olympus hőseiből. És igazság szerint emiatt kezdtem el angolul olvasni, mert hogy az elveszett hős az csak angolul volt akkor még kint, szóval nem volt más felhasználásom, el kellett olvasnom angolul. Egyébként, mikor először olvastam a sorozatot, főleg itt az elveszett hőst, akkor ennek kapcsán egy kicsit csalódott voltam, mert én azt vártam, hogy úristen, jön Percy meg a többiek, és újra a régi szereplőgárda, és tök jó lesz, és akkor így megdobott Rick Riordan engem azzal, hogy 3 új szereplő van egyből az első kötetben, és őket követjük végig, és igazából úgy olvastam végig ezt a könyvet, hogy ez mind szép és jó, de hol van Percy és Annabeth? Igen, szóval igazság szerint ez az első része a sorozatnak, és ez tényleg így bevezeti az új szereplőket, az első felüket. Az első sorozat végén, tehát az utolsó Olympus végén, ugye, megtudunk egy újabb nagy proféciát, és hát az lép érvénybe ebben a sorozatban. Az Olympus hősének második része Neptunusz vére talán magyarul, vagy Neptunusz vére szerintem. Na ebben már benne van Percy, szóval itt meg végre úgy olvastam, hogy ez az végre itt van Percy. Ja, Percy amnéziás, mert hogy Héra amnéziás tette, és nem emlékszik semmire, és hát ez tök jó, de hol van már akkor a Nevesz és a többiek. És ebben a kötetben ismerjük meg a maradék hősöket, akik beletartoznak a 7-be, akik beteljesítik majd a második nagy proféciát. Ebben a kötetben ismerjük meg szintén jobban a római tábort, a Jupiter tábor. Fogalmam sincs, a Camp Jupiter, az biztos, hogy az ott neve angolul, de biztos ez szerintem magyarul, hogy Jupiter tábor. A félvértáborból kiindulva. Én őszintén megmondom, mikor én először olvastam ezt a sorozatot, de lehet, hogy még másodjára is, mert mondjuk csak kétszer olvastam. Na mindegy. Én annyira a római tábor ellen voltam, hogy az valami hihetetlen egyszerűen. Így bennem volt az, hogy az a Percy Jackson és az Olympusiakban ugye a görögök voltak, a görög tábor, a félvértábor, a görög félistenek, és amikor így hozzám vágták így a rómaiakat, akkor így néztem, hogy hát jó, de ez engem nem érdekel, én őket nem szeretem meg, ők nem jók meg, nem tudom, és egyszerűen nem utáltam őket, csak ellenszenvesek voltak, szóval az összes félisten is olyan volt nekem, akik a római táborból jöttek, hogy őket nem szeretem. Jó, második olvasásra ez azért már így elpárolgott, meg a sorozat közben is valamennyire így megszerettem őket, bár Jason és Piper még mindig tüske a szemembe, mert én mindig is úgy éreztem, hogy ők így Percyt és Annabeth próbálják helyettesíteni, és nem, Percyt és Annabeth nem lehet helyettesíteni. Aztán jön a harmadik rész, az Athéné, vagy Athéna jele, szóval Athéné jele. Lehet ez spoileres, de ja, spoileres. Itt már végre együtt van a 7 hősünk, és hajóznak el Görögországba, hogy megakadályozzák Gáját a felébredésben. És ezt a kötetet Rick Riordan egy akkora cliffhangerrel fejezi be, hogy ez valami hihetetlen. Én mondjuk pont szerencsés vagyok, mert pont úgy olvastam a sorozatot, hogy ez is kim volt, meg utána a Hades háza is kim volt, szóval nem kellett nagyon izgulnom, hogy úristen, mi történik, és várnom egy évet a következő kötetre, hanem egyből tudtam igazából olvasni. Sőt, azt hiszem, még a Hades háza előbb is jött meg, mint az Athéné jele. Emlegetem, ez a Hades háza. Magyarul idáig jelent meg, az 5. kötet az most év végén, jövő év elején, valahogy mostanában fog talán megjelenni, vagy talán már előrendelhető. Fogalmam sincs, mert azóta, hogy elkezdtem olvasni angolul az elveszett hőst, nem követem a magyar megjelenését egyik Rick Riordan könyvnek sem. Szóval itt a Hades háza, igazából a történet az, hogy az előző rész végén, spoileres, hogyha valaki nem olvasta, szóval Annabeth és Percy leesnek a Tartaroszba, és ott vannak az egész könyv során, szóval elég stresszes a helyzet. És olyan jó volt, mert ebben a könyvben az összes kedvenc szereplőm kapott nézőpontot, mert volt Annabeth nézőpont, volt Percy nézőpont, és volt Nico nézőpont. Vagy nem?
Semmi, nem szóltam, a Nicole következőben van. Mindegy, de ebben kap végre Percy nézőpontokat, de igaz, hogy a legrövidebb fejezeteket, ami engem kicsit felháborított, mert nem érdekel Jason, meg Piper, meg a többiek fejezete, Percyt akartam olvasni. És akkor jön az Olimposzi vér talán a magyar címe. Ebben van Nicole-nak fejezete, igen, kicsit keverem már a dolgokat. Ebben van a nagy leszámolás, a profécia beteljesedik, és hát igen, ez a záró kötet, és ez is nagyon jó. Erről most így hirtelen nem jut eszembe semmi konkrét egyébként. És ezután, a sorozat után jön a Trials of Apollo. Igazából szerintem azt is lehet mondani, hogy ez is valahogy kicsit befejezetlenül ér véget, mert az utolsó fejezet az kicsit nyitva hagyja a dolgokat, és emlékszem, hogy mikor én ezt befejeztem, kicsit felháborodott voltam, hogy de nem kaptam eleget. Utána ugye várni kellett, azt hiszem 2 évet kellett rá várni, hogy kijön a Trials of Apollo, vagy egyet. Na mindegy, nagyon vártam a Trials of Apollo első részét, mert az ugye ott veszi fel a kb. A fonalat, vagy hát fél évvel később, ahol ez abba hagyja. Mit szoktam még elmondani ezekben a videókban? Igen, a kedvenc szereplőm ebben a sorozatban, hát mondottam szintén nagy Percy, de még mindig ugyanannál maradok, mint a Percy Jackson és az Olimposziaknál, ugyanis Nico szintén benne van ebben a sorozatban, és imádom, és ebben a sorozatban ugye még több szerepet kap, szóval még jobb, mert nagyon sokszor benne van, és megnézőpontot is kap. Hát vannak az új hőseink, ugye benne van Frank, Hazel, Piper, Jason és Leo, és ugye van Percy és Annabeth, ők heten vannak. Percyt, Annabeth-t is. A másik ötből igazság szerint jó, mindenkit megkedveltem a végére, de tényleg Jason és Piper nagyon nehezen indult nálam. Mit szeretek az Olimposz hőseiben? Hát nagyjából szeretem ugyanazt, mint a Percy Jackson és az Olimposziakban, vagy mint Rick Riordan összes könyvében, mert imádom Rick Riordant, a stílusát, ahogyan ír, ahogy beleszövi, vagy hát ahogy összemossa a modern világot és a mitológia világát, és ezt az egészet egy izgalmas történetbe beleteszi. Ezt szeretem az Olimposz hőseiben, szóval ezek nagyon jó könyvek, és én Rick Riordan bármelyik könyvét csak ajánlani tudom bárkinek. Életem nagy vágya, hogy ez az 5 könyv egyforma kiadásból meg legyen nekem, lehetőleg a kemény borítósban. Hát nagyjából ezért szeretem az Olimposz hőseit. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.